Elindult a medvehagyma szezon. Korábban beszámoltunk arról, milyen szabályok vonatkoznak a növény begyűjtésére. Most a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóreferense hívta fel a figyelmet az értékesítésre vonatkozó szabályokra. Barlai Krisztina elmondta, hogy amennyiben többet szeretne gyűjteni az adózó, mint a megengedett napi 2 kg-os mennyiség, akkor kétféleképpen tehet eleget kötelezettségének, amennyiben nem egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként értékesíti a medvehagymát. Az első az, amikor felvásárló felé értékesíti ezt a nagyobb mennyiséget, ebben az esetben az ingóértékesítés szabályai lesznek az irányadóak. Ez azt jelenti, hogy a bevételnek a 25%-a automatikusan jövedelem lesz, és ezután kell megfizetni a 15% személyi jövedelemadót. Ebben az esetben az adót a felvásárló vonja le, fizeti és vallja be a NAV felé. Az adózónak ehhez kapcsolódóan tehát nincs bevallási kötelezettsége. A felvásárló által kiadott vételi jegyet azonban az adózónak kell megőriznie. A másik esetben, ha nem felvásárlónak értékesíti az adózó a medvehagymát, akkor az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint kell meghatározni a jövedelmet. Ezen jövedelem után kell fizetni 15% személyi jövedelemadót és 13% szociális hozzájárulási adót. Ebben az esetben az adózónak kell elkészíteni a személyi jövedelemadó bevallást, ebben szerepeltetnie kell ezt a bevételét, illetve jövedelmét, és következő év május 20-áig neki kell benyújtani ezt a bevallást. A témában olvasható tájékoztató a NAV honlapján, itt megtalálhatók az ingóértékesítés és az önálló tevékenység szabályai, de telefonon és személyesen az ügyfélszolgálaton is nyújtanak segítséget az adóhivatal munkatársai.